Hétfőtől megkezdődött az ajánló szelvények gyűjtése. Sárospatakon a legfrissebb adatok szerint valamivel több mint 11 ezer választásra jogosult állampolgár döntheti el, hogy mely jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek adja át szelvényeit szeptember 3-áig. A zempléni településen az önkormányzati képviselő jelölteknek minimum 17, a polgármester jelölteknek minimum 300 ajánló szelvényt kell összegyűjteniük. A Fidesz helyi csoportja azonban már most arra lett figyelmes, hogy nevükben mások, illeték gyűjtik azokat, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az elmúlt napokban az ajánlószelvények kézbesítése az megtörtént. Az ajánlószelvények gyűjtését azt a Fidesz Magyar Polgári Szövetség sárospataki képviselőjelöltjei, illetve az aktivistáink gyűjtik. Sajnálatos tény, hogy többen is jelezték már nekem, hogy a Fidesz nevében több önjelölt, vagy esetleg más civil szervezet által indított jelölt próbál meg ajánlószelvényeket gyűjteni. Ezúton tisztelettel kérnék mindenkit, csak a képviselőjelölteknek, illetve a megbízó levéllel rendelkező aktivistáinknak adják át az ajánlószelvényeket. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség megkezdte az önkormányzati választásokra a felkészülést, illetve a kampányban az első ciklus elkezdődött, ami a kopogtató cédulaknak a begyűjtését jelenti. 18 polgármester jelöltünk van a választókerületben, mindenki megkezdte a munkát, minden polgármester jelölt mögött egy nagy csapat áll, aki szedi a kopogtató cédulát. Minden aktivistánk, aki ajánlószelvényeket gyűjt, rendelkezik az ő polgármester jelöltje által aláírt hivatalos Fidesz megbízó levéllel. Tehát én arra biztatnék minden választópolgárt, hogy aki a Fidesz nevében szedi az ajánlószelvényeket, tőle kérje el ezt a megbízó levelet. Tölgyesi Gergely kampányfőnök hozzátette, a megbízó leveleken Aros János aláírása szerepel, erről is felismerhető annak hitelessége. A Fidesz polgármester jelöltje hozzátette még, hogy képviselő jelöltjeik továbbra is gyűjtik az ajánlószelvényeket egészen szeptember 3-áig. Szeretném megköszönni azt a támogatást, amelyről a sárospatakiak biztosítottak, hiszen az elmúlt napokban jelentős számú ajánlószelvényt juttattak el hozzánk. Annak ellenére, hogy ugye a mi stratégiánk az, hogy mindenkit a lakásán személyesen szeretnénk felkeresni, nem lesz nehéz dolga a képviselőjelöltjeinknek, hiszen ők az elmúlt 4 évben is folyamatosan tartották a kapcsolatot a lakossággal, és ugyanezt szeretnék majd folytatni a következő ciklusban is, amennyiben a sárospataki lakosok a bizalmukkal megtisztelik őket.